25. fejezet. A civilizáció a maga pompájában. Újabb hónap elteltével egy széles folyó torkolatánál kisebb épület együtteshez értek. Itt Tarzan rengeteg hajót pillantott meg, és a sok ember láttán ismét elfogta a vadon élő állatokra is jellemző régi szégyenlőssége. Aztán fokozatosan hozzászokott a különös zajokhoz és a civilizált emberek furcsa viselkedéséhez. Kis idő múlva már senki sem mondta volna, hogy két röpke hónappal korábban ez a fehér vászonruhát viselő jóképű francia, aki együtt nevetett és csevegett a társaság legvidámabb tagjaival, csupaszon ugrált ágról ágra az őserdőben, közben mit sem sejtő áldozatát leste, amelynek húsával amúgy nyersen tömte tele bendőjét. A kést és a villát, amelyet megvetően hajított félre egy hónappal ezelőtt, most ugyanolyan tökéletesen használta, mint a választékos modorú Darnot. Igen tehetséges tanítványnak bizonyult. Ezért a fiatal francia szorgalmasan tovább munkálkodott, hogy Tarzanból, a dzsungel fiából választékos modorú és finom beszédű úriembert faragjon. Önt a jóisten is úriembernek teremtette, barátom. A szíve szerint is az, mondta Darnot, de a teremtő azt akarja, hogy a műve kétfelé is látható legyen. Mihelyt elértek a kis kikötőbe, Darnot azonnal táviratilag tudott a felettes hatóságaival, hogy él és biztonságban van. Egyben három havi szabadságot kért és kapott. Bankárjának is sürgönyzött pénzét. Csak azért kényszerültek, nem kis bosszúságukra, egy hónapig a helyszínen várakozni, mert nem sikerült hajót bérelniük, amelyen visszamehettek volna a kincsért. Tengerparti tartózkodásuk ideje alatt Monsignor Tarzan egyre inkább csodaszámba ment mind a fehérek, mind a feketék körében. Néhány olyan eset történt ugyanis, amely Tarzan szemébe jelentéktelen semmiségnek számított. Egyszer egy hatalmas termetű, az italtól megbolondult fekete álmokfutást rendezett. Rettegésben tartotta a várost mindaddig, amíg bal sorsa a szállodába nem vezérelte, amelynek verandáján éppen ott üldögélt a fekete hajú francia óriás. Késével hadonászva a néger fellépdelt a széles lépcsőn. Egyenesen egy asztal felé tartott, amelynél négy tagú társaság ült, elmaradhatatlan abszintjét kortyolgatva. Riadt kiáltozás közepette, mind a négy férfi elinalt. Erre a fekete Tarzant nézte ki magának. Hangosan elböldült és rárohant a majom emberre. Közben vagy félszáz szempár figyelt az ablakokban és ajtókban megbújva a jelenetet. Mindenki tanúja akart lenni, miként mészárolja le a hatalmas termetű fekete a szegény franciát. Tarzan azzal a harcias mosolyjal fogadta támadóját, amelyet a küzdelem öröme rendszerint az ajkára csalt. Amikor a négel közel ért hozzá, hirtelen acélos marok ragadta meg felemelt kezét. Egyetlen gyors csavarintás elég volt ahhoz, hogy csuklója törötten csüngjön alá. A fájdalomtól és a meglepetéstől a téboly egy pillanat alatt elszállt a fekete férfiból. Tarzan kényelmesen hátravetette magát székében, a fickó pedig megfordult és kinnyában ordítozva eliramodott a benszülöttek faluja felé. Egy másik alkalommal Tarzan és Darnot több más fehér társaságában éppen vacsorázott, amikor beszélgetés közben az oroszlánokra és az oroszlán vadászatra terelődött a szó. Megosztottak a vélemények az állatok királyának bátorságát illetően. Egyesek azt hangoztatták, hogy tulajdonképpen gyáva alak. Abban azért mindannyian egyetértettek, hogy megnyugtató érzés a kezük ügyében tudni gyors tüzelő puskájukat, ha éjszakánként a tábor környékén felhangzik a dzsungel fejedelmének bömbölése. Darnot megegyezett Tarzannal, hogy titokba tartják az utóbbi múltját. Így aztán a francia tiszten kívül senki nem tudta, milyen közeli ismerettségben van a majom ember a dzsungel fenevadjaival. Monsignor Tarzan még nem nyilatkozott, mondta a társaság egyik tagja. Az ilyen rettenthetetlen férfinak, aki, ha jól tudom, hosszú időt töltött el Afrikában, bizonyára vannak tapasztalatai az oroszlánokkal kapcsolatban, igaz? Vannak, felelte szárazon Tarzan.
És ezek alapján megállapíthatom, hogy valamennyien helyesen ítélik meg, milyen természetűek az oroszlánok. Legalábbis azok, amelyekkel önök találkoztak. De ezen az alapon minden feketét aszerint a fickó szerint kellene megítélnünk, aki a múlt héten álmokfutást rendezett. Vagy minden fehér ember gyávának kellene tartanunk, mert találkoztunk gyáva fehérekkel. Az alacsonyabb rendű élőlények egyénisége épp oly nagy eltéréseket mutathat, mint a miénk. Lehet, hogy ma elindulunk az erdőbe, egy szokatlan félénk oroszlánnal találjuk magunkat szemközt. Az bizonnyal elmenekül előlünk. Holnap esetleg a nagybátyával találkozunk, vagy az ikertestvérével, és a barátaink nem tudják, miért nem térünk vissza a dzsungelből. Ami engem illet, én mindig abból indulok ki, hogy az oroszlán áldász fenevad. Ezért azon igyekszem, hogy soha ne találjon készületlenül. Nem sok örömet telhet a vadászatban annak, vágott vissza az imént szóló, aki fél attól az állattól, amelyet el akar ejteni. Darnot elmosolyodott. Tarzan és a félelem? Nem tudom pontosan, mit ért félelmen, mondta Tarzan. Az oroszlánokhoz hasonlóan más-más formában jelentkezik a félelem az emberekben is. Számomra azonban a vadászat egyetlen öröme az a tudat, hogy az állatnak, amelyet el akarok ejteni, épp úgy lehetősége van megölni engem, mint nekem őt. Ha néhány puskával, egy fegyverhordozóval és 20-30 hajtóval vonulnék ki oroszlánra vadászni, alig ha érezhetném így. Minél nagyobb biztonságban érezném magam, annál inkább oda lenne számomra a vadászat öröme. Nos, akkor feltételezem, hogy Monsignor Tarzan legszívesebben mesztelenül, egy szár rugós késsel felfegyverkezve indul a dzsungelbe megölni az állatok királyát. Nevetett a társaság másik tagja jóindulatúan, de azért szemernyi gúnnyal a hangjában. Meg egy kötéllel, tette hozzá Tarzan. Abban a pillanatban egy oroszlán mély, bömbölő hangja hallatszott a távoli dzsungelből. Mintha kihívóan azt kérdezte volna, hogy van-e, aki felmeri venni vele a küzdelmet. Íme, itt az alkalom, Monsignor Tarzan, mondta évődve a francia. Nem vagyok éhes, felelte Tarzan kurtán. A férfiak Darnot kivételével mind jót nevettek. Egyedül ő tudta, hogy a majom ember szájából egyszerűen egy dzsungelbéli fenevad viselkedésének indoklása hangzik el. De hát azért csak félne, mint bárki az itt ülők közül mesztelenül egy szál késsel és egy kötéllel felfegyverkezve nekivágni a kalannak, mondta az iménti férfi. Nincs igazam? Nincs, felelte Tarzan. De csak a bolond tesz bármit ok nélkül. Legyen az ok 5000 frank, mondta a másik. Ekkora összegbe vagyok hajlandó fogadni, hogy nem tud elejteni a dzsungelben egy oroszlánt az említett feltételek mellett. Tarzan Darnótra pillantott és bólintott. Legyen 10 000, mondta Darnót. Rendben, felelt a másik. Tarzan felállt. Ruháimat majd a település szélén fogom hagyni, hogyha nem térnék vissza napkeltéig, legyen mit felvennem, és ne járjak mesztelenül az utcán. Csak nem akar most elindulni, kiáltott fel az, aki a fogadást ajánlotta. Ének idején. Miért ne? Kérdezte Tarzan. Numa éjszaka messzebbre elkóborul, könnyebb lesz megtalálni. Nem, mondta a másik, nem akarom, hogy a halála a lelkemen száradjon. Elég nagy meggondolatlanság az is, ha nappal indul útnak. Most megyek, felelte Tarzan, és elindult a szobájába a késéért és a köteléért. A férfiak elkísérték egészen a dzsungel széléig, és ott egy kis raktárépületbe levette a ruháit. Amikor azonban nekivágott volna az erdőnek, megpróbálták lebeszélni a vállalkozásról. Az erősködött a leginkább, hogy álljon ki a meggondolatlan kalandtól, aki a fogadást ajánlotta. Olybá veszem, hogy nyert, mondta. A 10 000 frank már is az öné, csak hagyjon fel végre ezzel az őrültséggel, amely csak is a halálával végződhet. Tarzan felnevetett, és a következő pillanatban már el is nyelte a dzsungel. A férfiak csöndben áldogáltak ott még pár percig, aztán lassan megfordultak, és visszasétáltak a szálloda teraszára. Tarzan alig ért be a dzsungelbe, rögtön felugrott az egyik fára, és ahogy ágról ágra lendült, a szabadság mámorító érzése töltötte el. Ez az igazi élet, gondolta. Ó, mennyire elemében érezte magát egyszeriben. Ugyan miként kárpótolhatta volna ezért az életért a civilizáció a maga szűk, mindenfelől előírásokkal, tilalmakkal és illemszabályokkal behatárolt életterével.
Még a ruha is akadály és nyűg volt számára. Végre szabad volt, észre sem vette addig, milyen rabságban élt. Milyen könnyű volna most a tengerpart felé kanyarodnia, aztán délnek fordulnia, és visszatérne a saját dzsungeljébe, a saját kunyhójába. Széllel szembe haladt, ezért hamarosan megérezte Numa szagát. Kisvártatva éles fülével már hallotta is az ismerős zajt, a párnás talpak lépteit és az ajnövényzeten átfurakodó hatalmas, sűrű bundájú testneszét. Tarzan csendesen a mit sem sejtő fenevad fölé került. Nesztelenül a nyomába is maradt, míg egy holdfényes kis tisztásra nem értek. Akkor a majomember kötelének végén levő hurok egyszer csak meglendült, majd megszorult az árat sárgás-barna torkán. Ahogy korábban is, már százszor, Tarzan most is egy erős ághoz kötözte a kötél másik végét. Még a fenevad elkeseredetten küzdött és kapálódzott, hogy valahogy kiszabadítsa magát, addig ő leereszkedett mögötte a földre. Rávetette magát az állat hátára, vagy tucatszor mártotta bele hosszú, vékony pengéjű kését annak szívébe. Aztán egyik lábát Numa tetemére helyezve barbár törzsének rémisztő diadalordítását hallatta. Egy pillanatig Tarzan tétovázva álltott. Két ellentétes érzelem dúlt a lelkébe. A darnóthoz való hűség és a saját dzsungeljének szabad élete utáni sóvárgás. Végre aztán egy gyönyörű arc, felrémlő látványa és a forró ajkak csókjainak emléke szerte foszlatta régi élete csábító varázsát. A majomember vállára vette Numa még mindig meleg tetemét, és újra felugrott a fák ágai közé. A férfiak jó egy órán át szinte teljes némaságban ültek a szállodába. Hasztalan próbáltak a legkülönbözőbb témákról beszélgetni. A mindannyiuk elméjét foglalkoztató gondolat miatt a társalgás újra meg újra elakadt. Mondd-i ő, mondta nagy sokára az, aki fogadott Tarzannal. Én ezt nem bírom tovább. Nekivágok a dzsungelnek a gyors tüzelő puskámmal, és visszahozom azt az eszeveszett embert. Megyek én is, mondta erre valaki. Én is, én is, én is, visszhangozták a többiek kórusban. Mintha az indítványtól valamilyen lidérces, gonosz varázs tört volna meg. Sietett ki a maga szállására, és nem sokkal később, mind állig felfegyverkezve, már el is indultak a dzsungel felé. Úristen, mi volt ez? Kiáltotta hirtelen a társaság egyik tagja egy angol, amikor Tarzan távoli vad ordítása eljutott a fülükig. Én hallottam már egyszer ezt a hangot, mondta egy belga. Amikor a gorillák földjén jártam, a teherhordóim azt mondták, hogy egy nagy hímmajom üvölt így, amikor zsákmányt ejt. Darnot emlékezett, milyennek írta le Clayton azt a hátborzongató ordítást, amellyel Tarzan adta a világ tudtára győzelmeit. Kissé elmosolyodott annak dacára, hogy egyben rémülettel töltötte el a gondolat. Egy emberi lény torkát, barátja ajkát ilyen kísérteties hang képes elhagyni. Amikor végül a társaság tagjai már ott álltak a dzsungel szélének közelében, és éppen azt vitatták meg, mi is volna a legjobb módja erőik elosztásának, egyszer csak halk nevetés riasztotta meg őket. Amikor megfordultak, egy óriás termető alakra lettek figyelmesek, aki széles vállán egy kimúlt oroszlán cipelve közeledett feléjük. Még Darnót is villám sújtottan állt a helyén. Számára is elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaki ilyen gyorsan képes megölni egy oroszlánt a magával vitt hitvány fegyverek segítségével, vagy hogy egyedül ki tudja hozni a hatalmas állat tetemét a kusza növényzetű dzsungelből. A férfiak Tarzan köré gyűltek és kérdésekkel árasztották el. Ő válaszul folyvás csak azt hangoztatta nevetve, hogy mennyire semmiség az, amit tett. Tarzan számára olyan volt ez az egész, mintha valaki dicshimnuszokat zengett volna egy mészáros hősiességéről csak azért, mert az megölt egy tehenet. Ő maga olyan gyakran ölt élelemszerzés céljából vagy önvédelemből, hogy ez egyáltalán nem volt rendkívüli tett a számára. Ám ezeknek a férfiaknak a szemében, akik pedig gyakran jártak ki nagyvadra, igazi hőstettnek számított. Mellesleg 10 000 frank tulajdonosa lett, mert Darnot ragaszkodott hozzá, hogy tartsa meg mind. Nagyon fontos dolog volt ez Tarzan számára, aki kezdett lassan rájönni, micsoda hatalommal bírnak azok a kis fém és papírdarabok, amelyek rögves gazdát cserélnek, mihelyest az emberek utazni, enni, aludni akarnak, vagy ruhát szereznek maguknak, isznak vagy dolgoznak, játszanak, vagy az eső, a hideg, a nap elől keresnek menedéket.
Nyilvánvalóvá vált Tarzan előtt, hogy a pénz nélkül az ember nem maradhat életben. Darnot ugyan megmondta neki, hogy ne aggódjon emiatt, mert neki van annyi, amennyi kettőjük számára is több, mint elegendő. De a majom ember sok mindent megtanult időközben. Köztük azt is, hogy az emberek lenézik azt, aki a másiktól fogad el pénzt annélkül, hogy megfelelő ellenértéket adna neki cserébe. Nem sokkal az oroszlán vadászat epizódja után Darnotnak sikerült egy ózsdi teknőt bérelnie. Mindkettőjük számára boldog reggel volt, amikor a kis bárka felszedte a horgonyt és elindult a nyílt tenger felé. Esemény nélküli hajó út után kötöttek ki. Az azt követő reggelen, hogy horgonyt vetettek a kunyhó előtt, Tarzan átöltözött és egy ásóval felfegyverkezve egyedül indult el a majmok amfiteátrumába. Másnap későn tért vissza. Vállán cipelte a nagy ládát. Napkeltekor a kis bárka kihajózott a kikötőből, majd északnak fordult. 3 héttel később Tarzan és Darnot már egy Lyonba tartó francia gőzhajó utasa volt. Pár napot töltöttek ebben a városba, majd Darnot magával vitte Tarzant Párizsba. A majom ember már égett a vágytól, hogy tovább mehessen Amerikába. Darnot ragaszkodott ahhoz, hogy előbb feltétlenül tartson vele Párizsba. Ennek okáról azonban nem nyilatkozott. Megérkezésük után Darnot sürgősen látogatást tett a rendőrminisztérium egy magasrangú tisztviselőjénél, aki régi barátja volt. Magával vitte Tarzant is. Darnot ügyesen hol erre, hol arra a témára terelte a beszélgetést. Végül a rendőrtiszt a bűnözők lefogásának és azonosításának jó néhány divatos módszerét ismertette az érdeklődve figyelő Tarzan előtt. Tarzant ebben a lebilincselő tudományban az új lenyomatok szerepe érdekelte a legkevésbé. De hát mire mennek ezekkel a lenyomatokkal? Kérdezte Tarzan. Az új bőrének mintázata pár év elteltével úgyis teljesen megváltozik. A régi hám lekopik, és új nő helyette. A mintázat sohasem módosul, felelte a tisztviselő. A csecsemőkortól az akkorig az egyén új lenyomatainak csak a nagysága változik. Kivéve persze, ha sérülés miatt módosul a forgók és csigavonalak alakja. Ha valakinek mind a két keze 5-5 ujjáról lenyomatot vettek, akkor az illető csak is úgy bújhat ki az azonosítás alól, ha mind a 10 ujját elveszti. Ez bámulatos, kiáltott fel Darnot. Kíváncsi volnék, hogy az én ujjaim mintázata mihez hasonlatos. Mindjárt meglátjuk, felelte a rendőrtiszt. Becsöngette egyik beosztottját, és néhány utasítást adott neki. A férfi távozott a helységből, de kisvártatva egy kemény fadobozzal tért vissza, amelyet letett az asztalra. Nos hát, mondta a tisztviselő, pillanatokon belül látni fogja, milyenek az új lenyomatai. A kis ládikából üveglapot, egy tubus sűrű nyomdafestéket, gumihengert és néhány hófehér kartont vett elő. Kevés nyomdafestéket nyomott az üveglapra, majd a gumihengert mindaddig ide-oda tologatta rajta, míg az üveg teljes felületét egészen vékony és egyenletes festékréteg nem fette. Tegye a jobb keze 4 ujját az üvegre, így, mondta a rendőrtiszt. Most a hüvelyk ujját. Jól van, most nyomja rá őket pontosan ugyanebben a helyzetben erre a kartonra. Nem, nem, egy kicsit jobbra. Maradjon hely a hüvelyk ujjának és a bal kéz ujjainak is. Úgyni, most jó. Akkor most ugyanígy a bal kézzel is. Rajta, Tarzan! Kiáltotta Darnot. Lássuk, milyenek az önvonalai! Tarzan készséggel engedett a felszólításnak. Míg a művelet tartott, számtalan kérdést tett fel a rendőrtisztnek. Az új lenyomatokból megállapíthatók, hogy az illető néger vagy fehér ember? Azt hiszem nem, felelt a tisztviselő. Meg lehet különböztetni a majom új lenyomatát az emberétől? Valószínű, mert a majomé bizonyára jóval egyszerűbb, mint az emberé. De a majom és az ember keresztezéséből született utód vajon mutatja-e mindkét őse jellegzetességét? Azt hiszem, valószínűleg igen, felelt a tiszt, de a tudomány még nem tartott, hogy ilyen esetekben teljes bizonyossággal szolgálhatna. A magam részéről egyes személyek megkülönböztetésén túl nem szívesen hagyatkoznék másban a tudomány megállapításaira. Abban tökéletesen megbízható. Talán az egész földön nem született még két olyan ember, akinek az ujjain teljesen azonos mintázat volna. Nagyon is kétséges, hogy bármelyik új lenyomat, eltekintve az eredetiétől, egyetlen másik új valaha képes lenne pontosan reprodukálni.
Sok időt vagy fáradtságot igényel az összehasonlítás? Kérdezte Darnold. Normális körülmények között pár pillanat az egész, ha a lenyomat tiszta rajzolatú. Darnold egy kis fekete könyvet vett elő a zsebéből, és lapozgatni kezdett benne. Tarzan meglepetten nézett rá. Hogy kerülhetett Darnoldhoz az ő könyve? Darnold kisvártatva megtalálta azt a lapot, amelyen öt apró tintamaszat látszott. A nyitott könyvet a rendőr felé nyújtotta. Ezek az új lenyomatok itt ön szerint hasonlítanak az enyémre vagy Monsignor Tarzanéra? Meg tudná esetleg mondani, hogy azonosak-e valamelyikkel? A tiszt erős nagyítót vett elő íróasztalából. Mindhárom mintát gondosan megvizsgálta, közben egy-egy jegyzettömbbe írogatott valamit. Tarzan csak most jött rá, mi a rendőrtisztnél tett látogatásuk valódi célja. Talán élete rejtélyének kulcsa van azokban az apró jelekben. Feszült idegekkel előrehajolva ült a székén. Aztán hirtelen feloldódott benne az izgalom, és mosolyogva dőlt hátra. Darnold meglepődve nézett rá. Elfelejti, hogy annak a gyereknek a holtteste, akitől ezek az új lenyomatok származnak, 20 éven keresztül apjának kunyhójában feküdt. Én világéletemben mindig is ott láttam, mondta Tarzan. A rendőrtiszt elképedve pillantott fel. Folytassa csak a vizsgálódást, kapitány úr, mondta Darnold. Majd később elmondjuk, miről van szó, feltéve, ha Monsignor Tarzan beleegyezik. Tarzan bólintott. De hát ön megőrült, kedves Darnold, makacskodott. Azok az aprócska újak Afrika nyugati partján vannak eltemetve. Én ezt nem merném ilyen határozottan állítani, Tarzan, felelte Darnold. Lehet, hogy ön nem John Clayton fia, de akkor hogy az ördögbe került abba az Isten háta mögötti dzsungelbe? Oda John Claytonon kívül soha egyetlen fehér ember se tette be a lábát. Elfeledkezik Kaláról, mondta Tarzan. Eszembe se jutott számolni vele, felelte Darnold. A két barát beszélgetés közben lassan oda sétált a bulvárra néző széles ablakhoz. Kis ideig áldogáltak. A nyüzsgő sokaságot bámulták. Kiki a saját gondolataiba burkolózott. Úgy látszik, mégis időbe telik az új lenyomatok összehasonlítása, gondolta Darnold. Azzal megfordult, és a rendőrtisztre pillantott. Legnagyobb megdöbbenésére azt látta, hogy a tiszt hátradőlt a székébe. Csak úgy falta szemével a kis fekete napló tartalmát. Darnold köhintett. A rendőr felpillantott, majd elkapva pillantását felemelt ujjal figyelmeztette, hogy maradjon csendben. Darnold visszafordult az ablak felé. Kisvártatva a rendőrt is szólalt meg. Uraim, mondta. Mindketten feléje fordultak. Nyilvánvaló, hogy itt igen komoly tét forog kockán. Többé-kevésbé attól függ minden, hogy ez a vizsgálat tökéletesen megbízható eredménnyel zárul-e. Arra kérem ezért önöket, hogy az egész ügyet bízzák rám. Pár nap múlva visszaérkezik Monsignor Descurs, a szakértőnk. Mondja ki ő az utolsó szót. Azt reméltem, hogy azonnal megtudjuk az eredményt, mondta Darnold. Monsignor Tarzan holnap elhajózik Amerikába. Megígérhetem, hogy 2 héten belül táviratilag közölheti vele a hírt, felelte a tiszt. De hogy az mi lesz, azt nem merem megjósolni. Nagy a hasonlóság, de mégis. Azt hiszem, jobb, ha Monsignor Descursre bízzuk a döntést.